Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. Hey, 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 yeah, hey, hey, yeah, hey. Sziasztok! Üdv Svédországból, amint a címből is láthatjátok, ide költöztem. Viszont az az igazság, hogy már negyedik hónapja itt élek, és pontosan ma megyek haza karácsonyra, vagyis először még Koppenhágába megyek, de utána hazamegyek Budapestre, és aztán pásztorra karácsonyozni. És eddig nem olyan volt időm videót csinálni arról, hogy ide költöztem, és szerencsére még maradok egy fél évet, júniusig fogok itt lakni Svédországban, úgyhogy remélem, hogy a következő fél évben, 2020 elején sokkal több mindent tudok majd veletek megosztani. Igazából nagyon röviden összefoglalnám, hogy miért is vagyok itt. Elkezdtem itt egy mestert, az a neve Sustainable Communication, ami magyarul körülbelül fenntartható kommunikációnak felel meg. Ez egy elég specifikus mester, de szintén kommunikációtudományhoz tartozik, mint az egész eddigi tanulmányaim, és azokról is vannak bőven videók, főleg külföldi tanulmányokról, hogyha esetleg kíváncsiak vagytok rá. Igazából ez egy egyéves mesterprogram, azért vagyok itt, hogy ezt elvégezzem. A város, ahol lakom, az Jönköping, ez körülbelül Göteborg és Stockholm között van. Lehet beszúrok egy térképet, és akkor látjátok, hogy hol van. A suli nagyon király, a vidék is nagyon király, az emberek is, szóval eddig nagyon-nagyon szeretem. Azt kérdeztétek sokan is, hogy mennyire van hideg és mennyire van sötét. Most nincs sötét, de most körülbelül dél van. Egyébként szerintem most ilyen 9 körül kell fel a nap, és olyan 3 körül kezd el lemenni. Igen, ez egy kicsit depis időszak itt télen, de szerintem meg lehet szokni. Meg azt is kérdeztétek, hogy mennyire van hideg. Hát nem annyira vészes. Egyelőre ilyen mínusz 8 fok volt talán a leghidegebb. Szerintem januárban, februárban lesz még hidegebb. Volt már hó, de egyelőre egész bírható. Igazából legtöbb időmet ugye a suli veszi el, dolgozni, annyit dolgozok mellette, mint eddig is dolgoztam, de azok nem svédországi munkák. A suli biztosított nekünk szállást, tehát van egy saját lakásom, abban egy saját szobám, viszont van lakótársam is, szóval ketten osztjuk meg a lakást, de van külön fürdőm, meg külön konyhánk is. Svédország egyébként gyönyörű, főleg a természet, szerintem nagyon érdemes idejönni, és majd szeretnék így a közeljövőben így a környező ilyen kirándulóhelyekről, meg városokról is csinálni nektek videókat, mert szerintem nagyon jó járatok vannak Budapestről, szóval tök könnyű idejutni, és tök sok dolog van, amit érdemes erre megnézni. Még kérdezgettetek Instán így a svéd kajákról, azt hiszem. Én úgy tudom, hogy itt a svéd húsgolyó, ami nemzeti étel, meg a krumplis ételek. Hát én ugye nem eszem húsgolyót, viszont
Annyit tudok mondani, hogy Svédország nagyon király vegetáriánusoknak és vegánoknak, mert rengeteg opció van. Én úgy tudom, hogy itt minden nyolcadik ember vegetáriánus vagy vegán, szóval nekem ez nagyon kézenfekvő, mert rengeteg dolgot tudok venni boltban, meg minden étteremben, még a sulinak, a diszkójának a éttermében is van mindig opció, szóval ebből a szempontból király. Úgyhogy sok nemzeti ételt, bevallom őszintén, nem szoktam kóstolgatni. Viszont a krumpli nagyon olcsó, minden étel nagyon drága Svédországban, de a krumpli az olcsóbb, mint otthon. Mit is kérdeztetek még? Kérdeztetek a svédországi munkavállalásról. Egyelőre erről semmi különöset nem tudok, de lesz majd egy 5 hetes gyakorlatom itt Svédországban, még nem tudom pontosan, hogy mi lesz. De amint többet tudok a svédországi munkamoráról, ezt meg fogom veletek osztani. Ahogy eddig is, hogyha bármi kérdésetek van svédországi élettel kapcsolatban, vagy svédországi tanulással kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek fel itt, vagy Insta, vagy Facebookon, vagy ahol tetszik. Viszont most mennem kell, mert el kell érnem a buszt, hogy menjek Koppenhágába. És Koppenhágában pedig a Tivoli Vidámbarba fogunk menni, mert akkoriban még nem csináltam videókat, de már egyszer voltam Koppenhágában, hogyha Instán esetleg követtetek akkor, már sok mindent megnéztünk, de a Tivoliban akkor nem voltunk, és ez nekem nagyon szívfájdalmam volt, hogy a Tivoli Vidámparkban nem mentünk, úgyhogy most specifikusan a Tivoli Vidámparkba fogunk holnap menni, úgyhogy ezt már nagyon várom, és találkozunk szerintem a koppenhágai videó után 2020-ban. Boldog karácsony, sziasztok!